Adománygyűjtést indított a Magyar Vöröskereszt a június végi Szabolcs Viharkáros útjai számára. A karitatív szervezet nem csak ebben, hanem a nyári véradásban is kéri segítségünket, ilyenkor ugyanis évről évre megcsappan az önkéntesek száma. Nyáron sem pihenhet a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátúr Szolgálat. Az ökkenőmentes vérellátás megszervezése ilyenkor talán még nehezebb feladat. Sokan a rendszeres véradók közül is elutaznak, a szabadságok nyaralások miatt pedig csökken az önkéntesek száma. Éppen ezért a két szervezet egy nyári promócióval igyekszik felhívni a figyelmet a végradásra. A Van egy órád a nyáron, neked egy óra, három embernek az élet Henevezésű kampány július 1 indult és szeptember 1 tart. Tavaly több mint 15 ezer véradó eseményen közel 400 ezeren éltek az önkéntessége formájával. Különösen nagy volt azoknak a száma, akik életükben először adtak vért. A megfelelő vérellátáshoz egyébként naponta 1600-1800 önkéntes véradóra van szükség. Éppen ezért a nyaralásunk során is számos helyszínen, fesztiválon találkozhatunk a Vörös Kereszt és az OVS munkatársaival. A pontos részleteket a véradás.hu és az ovs.hu oldalakon, valamint a Vörös Kereszt ingyenes véradás mobil applikációján tudják megnézni az érdeklődők. Vennék a stúdióban Gurá Elina, a Magyar Vörös Kereszt megyei szervezetének igazgatója, kezdett csókolom. Köszöntöm tödlen. a nézőket. Hát azért a szokásos kérdés fel kell tenned, mennyivel csökken nyáron a véradók száma, mi a tapasztalat? Azon dolgozunk, hogy ne csökkenjen nyáron a véradók száma. Igazándiból ilyenkor a véradási kedv azért, azért csökken le, mert azok a véradók is, akik egyébként rendszeresen eljárnak, és tartják azt az 56 napot, aminek el kell telnie két véradás között, ilyenkor a nyári szabadságolások idején nem jönnek el úgy a véradásainkra, illetve az idény munkák a kisebb településen a rendszeres véradókat, a szezonális munkák távol tartják a véradástól. Ilyenkor már több éve nyári véradókampányt indít el a Vöröskereszt, hogy a kedvet meg tudjuk tartani, így van ez ebben az évben is. Ugye az idei véradó kampányunk az óra körül forog, hiszen hogyha van valakinek egy órája arra, hogy megmentse másik három ember életét azzal, hogy teljes térítésmentes véradáson vesz részt, azzal esélye lesz arra, hogy egy köszönő képeslapon feltüntetett kuponnal, ha regisztrál a véradás.hu weboldalon, akkor részt vegyen abban a nyereményjátékban, amiben 50 okos órát fogunk kisorsolni nyár végén, illetve egy két személyes wellness hétvégét is. Tehát akkor megvan a motiváció, mondhatjuk. Remélem igen, bár a nyári, a nyári víradás is egész évben, ez inkább én azt gondolom, hogy a figyelemfelkeltést szolgálja. El szoktam mondani, hogy az lenne a legjobb, hogyha a víradás fontosságáról nekünk nem nagyon kellene beszélni, mert a társadalmi felelősségvállalásban, az állampolgári kötelezettségek között ez mindenkinél szerepelne hogy elmúlt 18 éves, meghaladja a tesszúlya az 50 kg és nincsen olyan ismert betegsége, ami kizárja a véradásból, akkor rendszeresen elmenne vért adni, akár ha egy évben nem is négyszer-ötször, de ha már kétszer-háromszor elmennének, akkor azt gondolom, hogy teljesen fölöslegesen ülnék itt a stúdióban, és nem volna miről beszélgetnünk. Hát munka közben, miközben dolgozik az ember, azért nem egy olyan túlságosan egyszerű elmenni és vért adni. Nem macerás egy picit, hogy éppen lehet, hogy mondjuk munkaidőn túl, ugye már akkor fogadják, nem fogadják, akkor is megvan erre a lehetőség, a munka hogy vért helyen... adjon az illető? A munkahelyeken szoktunk megszervezni véradást, tehát nagyon odafigyelünk arra, hogy az, aki vért szeretne adni, az vagy a munkahelyén meg tudja adni, meg tudja ezt tenni. Tehát nagyon sok munkáltatóval vannak, vagyunk kapcsolatban, nagyon jó partnereink az önkormányzatok, a települések, hogy minél több helyen is, minél többféle szintéren meg tudjon jelenni a Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. Pont azért, hogy akár munkaidőbe is meg tudják ezt tenni. Erre természetesen ahhoz, hogy ezt mi meg tudjuk szervezni, a munkáltatók együttműködésére óriási szükségünk van. Nagyon sok munkáltató a helyet biztosítja, van, ahol munkaidő kedvezmény biztosítanak a véradóknak, sőt, kisebb-nagyobb ajándékokkal, kuponokkal, étkezéssel támogatják meg a véradásunkat, amit mi nagyon köszönünk. Akkut hiány nincs, ugye? Még most nem tudok róla, hogy lenne, remélem, hogy nem is lesz, hiszen az élet az nem áll meg nyáron sem, tehát az egészségügyi ellátásnak folyamatosan szüksége van vére. Itt a folyamatosságot kell mindig hangsúlyoznunk, hiszen nem arról szól a történet, hogy egyszerre nagyobb mennyiségű vért le, le, levenni le lehet, de az eltarthatósága az korlátozott, ezért a folyamatosságon van a hangsúly, ezért szólítjuk mi is mindig folyamatosan meg a víradóinkat, hogy jöjjenek vért adni hiszen megyei szinten 500-550 víradú donorra van szükség ahhoz, hogy az egészségügyi ellátáshoz megfelelő mennyiségű vér rendelkezésre álljon. Országos szinten Ezt lehet hozni, ezt a számot? Nehezen lehet hozni, hiszen a víradó kedve az egy picit alábbhagyott, illetve a rendszeres véradóink megöregszenek, kiöregszenek, és az utánpótlás az nem olyan számban biztosított, mint amilyen számban szükség volna erre. A fiatalokat meg lehet szólítani egy vagy két véradás erejéig, azonban nehezen válnak rendszeres véradókká. De önök nem csak véradókat toboroznak, hanem hát most, hogy így fogalmazok, pénzt is, forrást is szeretnének toborozni, méghozzá adománygyűjtést szerveztek a a vihar, viharkárosultak javára. Ez így van. Nagyon sokszor a Vörös Keresztet, mint adománygyűjtő szervezetet szokták a köztudatban azonosítani. Nem is jár messze az igazságtól az, aki ezzel azonosít bennünket, hiszen karácsony táján tartós élelmiszert szoktunk gyűjteni a rászorulóknak. Egész évben folyamatosan érkeznek hozzánk főleg a ruhaadományok, amiket eljuttatunk a rászorulók részére. Most viszont a viharkár kapcsán indítottunk el egy nagyobb gyűjtési kampányt, mind megyei, mind pedig országos szinten. Adomány számlát különítettünk el, illetve a főszámlára várjuk az adományokat, amiben ha bárki úgy érzi, hogy csak egy picit is el tud különíteni a saját pénzéből, és fel tud ajánlani a viharkárosultak számára, akkor ezt a Magyar Vörös is szívesen fogadja és várja. Az adományokból, a beérkezett pénzadományokból tárgyi adományokat osztunk ki a rászorultaknak. Mi pénzt nem szoktunk közvetíteni, csak tárgyi adományt szoktunk kiosztani. Ez most elsősorban tartós élelmiszer és tisztítószer lesz. Aki azon gondolkodik, hogy adjon, ne adjon, mi az, ami ilyenkor fontos lehet, azt érdemes ilyenkor végig gondolni, hogy amikor egy ilyen természeti katasztrófa, söpör valahol végig, mint ami a mi megyénket is elérte, akkor azok a családok, akiknek nincsenek pénzügyi tartalékai, most abból is, ami nekik nincs, a ház felújítására kell fordítaniuk. És ezt háziasszonyként is tudjuk, hogyha az egyik zsebet kiürítjük valamilyen más célra, akkor azt valahonnan pótolni kell. Nem biztos, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű embereknek erre van forrás, tehát mi próbáljuk őket abban segíteni, hogy minél hamarabb tudjanak térni a mindennapi megszokott életükhöz. Hogyan tehetik meg azok, akik segíteni szeretnének? Hogy a weboldalunkon megtalálják, a Facebook oldalunkon is megtalálják, illetve a Magyar Vöröskereszt weboldalán is van egy elkülönített, rész, ahol meg tudják, egy, egy linken meg tudják keresni azt a, azt a vonalat, ahol, ahol az, ahova az adományukat el tudják juttatni, ott a bankszámlaszám is megtalálható, ide várjuk az adományokat, illetve ha valaki tartós élelmiszerrel, tisztítószerrel szeretne segíteni, akkor a központunkban a Malom utca 3 alatt is át tudjuk venni ezt az adományt. A kollégáim egyébként a képernyő alján is feltüntették ezt a számlaszámot. Meddig tart a gyűjtés? Van ennek valamilyen behatárolt határideje. Én azt gondolom, hogy ha érkezik hozzánk akár augusztus végéig adomány, akkor annak még szeptember elején is nagyon jó helye lesz ezeknél a családoknál. Emellett a Magyar Vöröskereszt a Nemzetközi Katasztrófa Védelmi Alapból elindított egy lehívást, ami nem először érkezik már az országba, hiszen a pár évvel ezelőtti viharkár káros útjainak a házfelújítása is részben ebből történt meg. Ugye az önkormányzatok az elsődleges kárelhárításba rögtön a akkor belekeztek. Tehát a letört ágak eltakarítása, a házaknak a helyrehozatala, a lefúliázás megtörtént. Ahol ugye a biztosítás volt a házon, ott talán már tetőfedő eszköz is került a házakra, viszont ahol erre nem lesz lehetőség, ott a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és az önkormányzattal, önkormányzatokkal együttműködve 200 háznak a tetőfedéséről, a helyreállításáról, illetve 2400 igen tartalmas élelmiszercsomag és tisztítószer kiosztásáról fogunk gondoskodni a károsultak körében. Tehát akkor ez már fix ez már fix, így van, ezt egy szükségletfelmérés előzi meg, amit az önkormányzatokkal karöltve fogunk lefolytatni. Még egyetlen egy dolog, hogy ha jól tudom, akkor a Balatonra hívnak önkénteseket, méghozzá azt, hogy ők is felügyeljék, hogy ne történjen a Balaton vizében semmi probléma. Így van, ez egy üdítő hír az első kettőhöz képest, hiszen az első két hírünk az mindig valamilyen nagyobb bajhoz kapcsolódik életmentéshez vagy katasztrófa Tulajdonképpen a balatoni elsősegélynyújtás nyújtás is, akkor azért érdekes, mert 12 település 19 strandján látnak el szolgálatot az elsősegény nyújtó fiatalok. Ezt a Magyar Ifjúsági kereszt szervezi meg már 12 éve. Egy évben kb. 320 fiatal önkéntes vesz részt. Ez... beliek? Megyebeliek pont most vannak lent, a most teljesítenek szolgálatot. A régiós 40 fős keretből 20 a szabolcs már bereg megyei fiatalok látnak el. Erre én nagyon büszke vagyok, hogy a régiós keretből is a felét mi szoktuk ellátni. Kagylóvágástól az újraélesztésig bármi beleférhet a szolgálatukba. Köszönjük, hogy itt voltálunk. Nagyon szívesen.